Tisztelt Főméltóság Uram! Az utókor számon tartja, hogy éppen 250 esztendővel ezelőtt kezdődött az egykori Süttöri vadászkastély helyén Eszterháza építése. Így lett Diana otthonából Apolló és a múzsák lakhelye. Felépült Európa egyik jelentős kulturális és művészeti fellegvára. Megteremtője a pompa kedvelőnek mondott bőkezű mecénás, művészet szerető, zenekedvelő, értékteremtő, főméltóságú hercegurom volt. Egymás követték itt a fényes ünnepségek, a hangversenyek, a színházi előadások. Mindez a barokkori arisztokrácia szórakozásának kedvelt helyszínévé emelte a kastélyt. Közismert volt, fel is jegyezték, hogy egy alkalommal Mária Terézia magyar királynő azt mondta: ha jó operát akarok látni, Eszterházára kell utaznom. Az elmúlt 2,5 században sok minden történt Eszterházán, de igazán kevés dolog változott. Az épített környezet, mely főméltósága szárnyaló fantáziája, és az avatott építők ezek munkája nyomán létrejött, most évekig tartó gondos munkával megújult és régi pompájában mutatkozik. A csodálatos falak közé ismét beköltözött a muzsika, felcsendültek az ismert akkordok és dallamok. A hely megújulásával visszatért egykori szelleme is. Eszterháza ma is a zene, a művészet, a kultúra élőhelye kíván lenni, olyan kulturális tér, amely miként egykor elkápráztatja az embereket. Kastély ma is arra a szerepre törekszik, melyet ön egykor megálmodott, hogy a kultúra kiemelkedő központja legyen Bécs és Budapest között félúton. József Haydn.